program igen színesre sikeredett. A pénteki Latin Fiesta után szombaton is tehetséges zenészeket, táncosokat láthatunk a színpadon. Az AMI Modern Tánc Együttes, a Csoda Csapat tehetséges tagjai meghitt hangulatot varázsoltak a térre. Vezetőjük Dudás Patricia beszélt az együttesről. Korosztályban a legfiatalabb tagunk az 4 éves, és a legidősebb igazából a felső osztály, felső tagozat, 8. osztályos gyerekekig vannak nálunk a diákok. Jelenleg még elég nyitott a lehetőség és a beiratkozás, tehát a korosztályok, magasabb korosztályok is csatlakozhatnak hozzánk. És az iskola ugye 7 éves kortól, és hát első osztálytól tartja fent a gyerekeket a beiratkozást illetően, de az óvodásokat is szeretettel várjuk. Nagyon sok 4 és 5 éves, 6 éves kisgyerekünk van, akik ugyanúgy a csapathoz tartoznak az iskola keretein kívül is, úgyhogy nagyon sok tervünk van még ezáltal a kisebb és a magasabb korosztályt is megszólítani, hogy jöjjenek és élvezzék, és lássák meg ezt a táncos világot, ezt az örömöt, amit ez adhat nekik. Én kiskorom óta kezdtem már ezt a táncos pályát, és hát közel 10 éve most már tanítok. 1 éve vagyunk itt Tolnán, a Csoda csapattal, 1 éve most lesz nem sokára, hogy alakult, és februárra volt egy újabb jelentkezésünk, egy beiratkozásunk, így a mostani csapat, akiket itt láthattak a nézők, szinte pár hónap alatt tanulták be ezt a nagyon szép kis koreográfiát, és hál' Istennek szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ennyi olyan tehetséges gyerekekkel tudok foglalkozni, akik már hozzák magukkal azt a szeretetet, azt a szenvedélyt a tánc iránt, és látni rajtuk, hogy élvezik és érdeklődnek utána, így sokkal könnyebb velük dolgozni. Ezen kívül pedig az országban több helyen is vagyok, mint tánctanár. Van egy saját egyesületem, Fejér megyébe vagyunk, Pest megyében is, Székesfehérvár is egy központi helyünk, illetve itt most Tolna megye a tolnai csapat, aki elkezdődött itt a munkánk a Tehetségművészeti Iskola által, és folyamatos lesz a beiratkozás szeptembertől is az iskolába nekik. Tolnán múlt héten, vagy hát 2 hete volt egy táncgálánk, ez egy évzáró vizsgagála úgymond az iskola keretein belül, és ott mutatkoztak be a tanítványok. És most, hogy így eljött a jó idő és ezek a sok programok, így hál' Istennek most már így minket is keresnek, és meg tudunk mutatkozni több helyszínen is, illetve Tolnán, hogy a gyerekek helyiek is. És akkor most volt ez az első, úgymond szabadtéren, és várnak ránk még 1-2 fellépés itt Tolnán is, illetve a környező városokban, falvakban is. A bogyiszlói zenekar olyan atmoszférát tud teremteni, amit nem sok más együttes. Egyéniségükkel, művészeti érzékükkel mindig maradandót képesek nyújtani. Mihálovics Zsolt mesélt a zenekar történelméről. Bogyiszlói zenekar azt gondolom ismert, hát főleg itt körökben azért nagyon messziről nem jöttünk. Ahogy a színpadon is mondtam, a zenekar egy 50 éves múltra tekint vissza. Ennek mi a folytatása vagyunk, nem hozzánk kötődik. Igaz, 50 fölül vagyok pár évvel, de nem hozzám kötődik, hanem néhány nagypapámhoz, a bogyiszlói zenekar alakulásához. 1969-ben alakult a zenekar, és a Dolcsos Siski János vezetésével, majd említettem nagypapám vezetésével, ő volt a prímás, aki olyan muzsikát játszott itt Magyarországon, amit a nagy népzenegyűjtők, népzenekutatók nem igazán hallottak, és az, hogy adatközlő helyszínek, így bogyiszlói adatközlő helyszínnél vált. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy idejöttek a népzenegyűjtők, és felvették az ő muzsikájukat, ahogy játszottak. Én nagypapám a népművészetmestere címet is megkapta, gondolom nem hiába. És a zenekar volt egy különleges hangzásvilága, ami nem másból adott, hogy a vonos bandák, és ugye játszanak vonos bandák, és játszanak tambura bandák általában az országban. Ez így volt Bogyiszlón is, sok tamburás banda volt, sok vonos banda. És Bogyiszlón a lakodalmakra kicsit visszatekintenék, 400-500 fős lakodalmak voltak. Hát
Tehát ez a hattagú banda, zenekar, így volt ennyi vonósok is, amire tudták muzsikálni. Azonban a 69-es években, a 70-es évekre a zenekaroknak a tagjai megfogyatkoztak, maradtak hárman-hárman, és hát ezt nem igazán tudták kiszolgálni. És arra gondoltam, hogy mi lenne együtt muzsikálnak, maradtak itt is hárman, ott is hárman maradtak a zenekarban, és együtt elkezdtek muzsikálni. Ez olyan sikerült, olyan hangzott, hogy mai napig ez maradt meg, ez a hangzásvilág. Tehát tamburásban tamburaprém, tamburabrácsa, bőgő, ahol pengetett, vonósok közé pedig hegedű, hegedűbrácsa, és szintén a bőgét, ahogy vonulva játszik. Úgyhogy talán ez a különlegesség a bolyszói zenekarnak, hangzásvilágának, amivel a magyar népzenét közvetítjük egyébként országon és országon kívül is. Én azért a zenét képviselem, és nekem az is fontos, hogy a zene is majd folytatódjon tovább. Itt már van, amikor a fiam is játszik velem, és szeretném még fiatalok, hogy maradjon, de a tánc is nagyon fontos. És hogy említettem szintén, Bogyiszon a beás cigánság él többségében, és a beás zenének, a beás kultúrának is, táncnak is van hagyománya, szépsége, és a fiatalok ezt próbálják mutatni. Van egy kis szakkörünk, Bogyiszon az általános iskolában, hetente egyszer, és lelkesen ezt szoktuk, hogy táncolgatni, énekelgetni, és mindenféle természetesen a nemzetiséghez tartozik, a kultúrához, hagyományőrzéshez, azt úgy mutatom és táplálom beléjük. Úgyhogy igen, szeretnénk ezt is továbbvinni. A fiatalok pedig nagyon élvezik a fellépéseket, és hogy együtt dolgozhatnak a zenekarral. Kb. Egy éve kezdett el ez a kis csoport így táncolni, aztán hát egy éve vesztük így komolyabban a táncolást, a felkészülést, körülbelül egy éve. A zenekarunk, vagy a zenekar főtagja az a, ugye az énektanárunk, és akkor vele szoktunk mindig próbálni, és akkor csak így szoktunk zenekarral a már a rendes színpadon, élőben. A fellépők sorából nem maradhatott ki a Fusz János Zeneiskola sem, hiszen a kórus olyan minőséget képvisel, amit nem lehet nélkülözni. Schmidt Zoltánné, a gyermekkórus karnagya beszélt a hozott műsorukról. A Fusz János Zeneiskola énekkara meghívást kapott az idén is a Város Napja rendezvényre. Nagy örömmel készültünk. Népdalokat, népdalfeldolgozásokat és vidám kórusműveket fogunk előadni. Azért nem gondoltam, hogy előadókat is megnevezzünk, mert így ez könnyebben befogadható a nagy közönség számára. Kolléganőm Szemerei Eszter kíséri az énekkar zongorán, és jó magam vezénylem. A gyerekek nagy örömmel készültek, ez mindig egy jó lehetőség megmutatkozni más terepen, és nem csak a zeneiskola falain belül. Április végén Szekszárdon volt egy kórusminősítő hangverseny, ahol a kórus aranydiplomával országos dicsérőoklevél végzettséget szerzett, és elnyertük az év kórusa címet, ami hát a legmagasabb kiadható díj. Rendkívül büszkék vagyunk rá, és nagyon nagy örömmel tölt el mindenkit, és hát tulajdonképpen a Tolna városnak a hírnevét is öregbíti ez a kitüntető díj. Közel vagyunk a tanévzáróhoz, tehát a tanévzáró ünnepé lesz a következő fellépése az énekkarnak. Ezen kívül pedig hát a nyáron nyilván szünetünk van, és a következő évben is készülünk egy megyei rendezvényre, az éneklőfűság rendezvényre. Mindig felszokott lépni a kórus a karácsonyi hangversenyen a katolikus templomban, és hát ha sikerül, akkor a tavasszal megszervezzük a kórus fennállásának 30. évfordulóját. Akiknek nem lett volna elég a műsor felhozatala, kísérő programokkal foglalhatták el magukat, mint a Vidámpark, népi játékok, társasozás vagy az arcfestés.